Ebben a feladatban meg kellett határozni ennek a mátrixnak a saját értékeit. Ahogy ezt meg tudjuk határozni, először is ki kell vonnunk a fő átlóból a lambdát. Tegyük is meg, mínusz 5, mínusz lambda, mínusz 3, 3, 4, 3, mínusz lambda, mínusz 2, 0, 0, 2, mínusz lambda. Oké. Okay. Szóval, ugye kell nekünk ennek a mátrixnak a determinálása először is. Jól látszik, hogy itt a harmadik sorban, a harmadik elem az, ami egyedül különbözik a nullától, így ahhoz, hogy a determinás meghatározzuk, a harmadik sor harmadik eleme szerint fogjuk kifejteni, hogy az úgy fog kinézni, hogy mínusz 1, ugye a harmadik sor harmadik elem szerint, tehát 3 plusz harmadikon lesz a mínusz 1, szorozva az elemmel, 2 mínusz lambdával, és ezt beszorozzuk a maradék 2x2-es mátrixnak a determinánsával, ami ugye mínusz 5, mínusz lambda, mínusz 3, 4 és 3, mínusz lambda. Oké. Okay. Ugye jól látszik, hogy a mínusz 1 páros kitevő lesz, ugye 3 plusz 3-on, tehát a 6-on, így az ugye 1 lesz, tehát elég nekünk csak a 2 mínusz lambdával beszorozni a 2x2-es mátrix determinást. Ugye a 2x2-es mátrix determinását úgy számoljuk, hogy mínusz 5 mínusz lambda szor 3 mínusz lambda mínusz 3-szor, mínusz 3-szor 4 mínusz mínusz 12 így. Bontsuk is fel itt a zárójelet. 2 mínusz lambda szorozva lambda négyzet plusz 5 lambda mínusz 3 lambda mínusz 15. Ugye mínusz mínusz 12, vagyis plusz 12. Rendben. Írjuk fel másodfokú kifejezésünket. 2 mínusz lambda szor lambda négyzet plusz 2 lambda mínusz 3. Oké. Okay. Ugye másodfokú kifejezésünket könnyen szorzattá tudjuk alakítani, így az úgy fog kinézni, hogy 2 mínusz lambda szorozva lambda mínusz 1-szer lambda plusz 3. És ugye ahol a determinánsnak az értéke nulla lesz, ott lesznek a mátrix saját értékei a lambda egyenlő 2, 1 és a mínusz 3-mal. Így megkaptuk ennek a mátrixnak a saját értékeit. Volt.